Sziasztok! Mai videónkban egy csontos karajt fogunk sütni alufóliába, almával és szájdára. Mai részben egy új szereplő fog közreműködni a főzés során, Bózsa Sándor. Szia Sanyi! Szeretnélek megkérni, hogy így az első alkalommal beszélj egy kicsit, hogy milyen ételt fogsz nekünk készíteni. Egy sütőben sült csontos karaj lesz. Fűszereket előkészítettük már. Oregano, bors, só, alma, almabor. Mézzel megkenjük a tetejét, utána alufóliába becsomagoljuk, és egy órán keresztül sütjük 180 fokon. Megvan ennek a sorrendje, hogy mit, hogy csinálsz? A karajnál szivárványhártyát megvágjuk, hogy sütés közben ne húzza össze a karajt. Azért is a csontos karaj, hogy nem annyira szárad ki a hús, meg a csonttól azért kap egy kis ízt. Hát olívaolajjal bekenjük először mind a két felét a húsnak, utána az almát ráhelyezem. Ez az alma, ez nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez a karajnál legyen olyan száraz. Oregano, bors, só, és akkor a legtetejére a mézet. De a mézet nem akkor fogom, amikor az alufóliára ráhelyeztem, mert hogy az nem fogjon, akkor már szana szét. Akkor felhajtjuk az alufóliát egy kicsit, hogy az alma volt, hogyha elcsöpögtetjük, az se vesszen kárba. Egy-két előkanállal. Igen, megpróbáljuk úgy becsomagolni, hogy ne maradjon az érés, meg ne szakadjon ki. Gondolom, ezt célszerű úgy becsomagolni, hogy azért nek az almabornak, meg az almának a gőze ne tudjon kijönni. Abba puhul ez meg, ez a karaj. Behelyezzük a tepsibe, és utána mehet a sütőbe. Elkészült a karajunk. 1 óra 20 percet sütöttük, 180 fokos előre melegített sütőben. Most kibontjuk, megnézzük, hogy sikerült. Én már érzem, hogy a késsel vágom el, lehet látni, hogy kiválóan omlós, nem túlsütött, nem száraz, nagyon, nagyon jó az állaga neki. Készítünk hozzá egy sajtos krumplipürét, és ebben tálaljuk majd. Elkészült a fóliában sült karaj, fogyasztátok egészséget. Köszönjük. Köszönjük.